Sziasztok, Rikári vloggal jelentkezem. Itt ülünk Zolival Miskolcon, méghozzá, ha kicsit jobban megnézitek, akkor itt ilyen buszülést láthattok a háttérben, mert hogy egy autóbuszban ülünk, a vasgyár mellett van egy Icarus 415-ös, amiben faloda van, ilyen hát reggeliző meg ebédelő hely, most éppen a kávét iszogatjuk. És hát itt egy kicsit feelingelni fogunk meg körülnézni Miskolcon, úgyhogy tartsatok velünk ebben a kis kirándulásban. Kávévloggal kezdünk, és megmutatom, hogy ez lesz a reggeli. Egy jó kis sonkás rántotta. Úgyhogy nagyon jó kis helyre jöttünk. Jó étvágyat nekünk. Jó étvágyat nekünk. És akkor reggeli után egy kicsit tekintsünk körbe itt a buszban. Nézzétek meg, egy Icarus 415-ösről beszélünk, nagyon szépen be van rendezve étteremnek, ugye ilyen kifőzde és reggeliző van benne. Hát most így délelőtt nincsenek sokan, úgyhogy ez egy jó alkalom arra, hogy körbe tekintsünk. Egy kicsit így egybe van nyitva a bisztróval, egyébként 2019-ben került ide a busz. A bisztró előtte is létezett. Hey. És itt az ablakok fölött ilyen különböző busztípusokról vannak fényképek. És nagyon ügyesen meg vannak csinálva a buszülésből, ilyen, nézzétek, ott rendes buszülés van a keréknél, de itt ilyen rendes székké meg vannak csinálva. És akkor nézzük meg a buszt is. Egyébként ez a busz itt Miskolcon közlekedett. És hát most ez lett az új élete neki, hogy egy ilyen bisztróként működik tovább. Megnyomjuk a leszállási jelzőt, bár még nem szállunk le. És egy kicsit betekintünk ide a vezetőállásba is. Teljesen egyben van a vezetőállás, bár azért látszik, hogy a nem éttermi részek azok kicsit kopottasak, ugye, hát nem buszként üzemel ez, hanem étteremként, de az éttermi rész az nagyon jó. Kint vannak az eredeti feliratok és matricák. Nem tudom, milyen 863-as volt a buszrendszáma. És itt megnézhetjük, hogy 2013-ban mennyi volt Miskolcon egy buszjegy, és milyen jegyek és bérletek voltak. És akkor nézzük meg kívülről is a buszt. Itt ültünk a hátuljába. Ezeken az ajtókon már nem lehet leszállni, de régen ugye ezek a leszállós ajtók voltak. És hát a virágtartók azok még így március elején még üresek. Még rossz idő van. Kapott egy Ógyár tér 01-es rendszámot, egy ilyen stilizált rendszámot, és hát tulajdonképpen kívülről így néz ki a busz. Kívülről nem néz ki olyan jól, de belülről ugye láthattátok, hogy nagyon frankó, és nagyon jót lehet benne kajálni, viszonylag mérsékelt áron. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe, csak közben itt akkor indul el az összes autó, amikor videózok. Szeretettel várnak mindenkit. És akkor nézzük meg egy kicsit így a busz elejét is. Akkor elindultunk egy kicsit csavarogni. Itt vagyunk az Újgyőri főtéren, ami egy nagyon nagy busz állomás és komoly átszállópont. Itt jobbra ez a busz egy Express Prémi Neoplán kocsi, aminek itt a hátulja látszik. Ez a telibe sárga. És mindenféle ilyen buszkavalkád van itt. Ugye nagyon sokfelé mennek a buszok, és sokféle típus is látható, hiszen a kritikus jármű hiány Miskolcon azt eredményezte, hogy többek között Veszprémből és Budapestről is béreltek buszokat. Mi azzal a 19-essel érkeztünk, azzal a fehérrel, az is egy veszprémi busz eredetileg. És ugye lila, de le van maticázva fehérre. Ugrottunk egy végállomást, az egyes busszal átugrottunk a Tiszaira,
és itt a végállomás tárolóterénél vagyunk, ugye a gázos MAN. Utána itt látható egy szintén veszprémi származású Neoplan busz, a jó régi miskolci MAN, és utána megint a gázos. Itt az állomás mögött egy ilyen, vagy előtt, vagy itt a ficakban, a kis eldugott részen, egy ilyen érdekes formájú, talán trafóház lehet. Nézzük meg kicsit közelebbről, hogy mi lehet benne. Valószínű trafó, de nem vagyok benne biztos. Pesten is vannak hasonló formájúak, azok ilyen gáz elosztó épületek, úgy látszik ilyen infrastruktúra dolgokra építettek ilyen formákat, de nagyon jó pofa. Bencének bézé, hogy örüljön. És akkor vetünk egy pillantást a Tiszai pályaudvar állomás épületére, melyet Fab Ferenc tervezett, egy gyönyörű épület. Itt látszik a tiszai felirat, és akkor ha kicsit megfordulunk, akkor itt a vágányokon ott az ózdi személyvonat, a bézé, amit ugye az előbb felvettem Bencének, és hát a többi vágány. Most így ürül ki az állomás, mert itt jöttek-mentek a vonatok, aztán egy kis szünet, ugye most volt a menetrendi pók. És itt pedig Zoli. És hát megyünk tovább, elmegyünk a Gömöri pályaudvarra is, és úgy döntöttünk, hogy akkor nem busszal, hanem vonattal megyünk tovább, egy megállóra ezzel a kis hát bézével. A kis bézével. Így van, Bence kedvéért. Miskolc másik, kisebb pályaudvarát, a Gömörit is Fab Ferenc tervezte, nézzétek meg milyen gyönyörű. Ilyen sárga klinker téglákból van kirakva a burkolata. És hogy mindjárt megnézzük közelebbről, csak most jön a vonat, és azt is föl szeretném nektek venni. Vannak rajta ilyen kisebb domborművek. És alakjelző is az állomás, és mindjárt ott nézzétek meg a hátul lévő alakjelzőt az első vágány mellett, itt most állt szabadra,
ugye jön a páratlan vonat is valahonnan. Az első vágány alakjelzője egyébként egy különleges. Jön itt a tordanádaskai vonat, ugye ezzel lehet menni Aktelek felé. Bár mondjuk Aktelek, ugye messze van az akteleki állomástól, onnan még egy jó fél óra buszozás. És akkor nézzük, ahogy beérkezik a BZ. Ugye ezeket a BZ-ket vettük föl Miskolcon, ahogy beálltak a tárolóról. Az előbb, amit emlegettem, jelzőt az itt látható, egy alakjelző, látszólag olyan, mint a többi. De ha közelebbről megnézzük, akkor kicsit más. Itt egy ilyen kis lámpa fej található rajta. És ez egy olyan alakjelző, amit nem vonóvezetékkel mozgatnak mechanikusan, hanem motoros. Én nem tudok több ilyet az országban, azt hiszem ott van a kis motorja, abban a kis dobozkában, ami mozgatja. Mindjárt jön itt a páratlan vonat, és majd ahogy visszaáll szabadról, azt fel fogjuk venni, ha kiment a BZ. A környéki parvágányait a Bobó Kft. Szolgálja ki. És hát itt látható a Bobó Kft.-nek a Bobó mozdonya. Egyébként az épület díszei homokkőből készültek, és kicsit odébb vannak terrakotta domborművek is. Mi most Zolitól elköszönünk, mert Zolinak mennie kell, és még egy picit folytatom itt a videózást. Szia Zoli! Én is köszönöm szépen a vendégszereplést! Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, és iratkozzatok föl Zoli csatornájára, Wolves of Zodiac néven van a csatorna. Nagyon jó kis videókat, meg shortokat csinál, főleg Miskolc környékéről, de néha máshonnan is. Úgyhogy itt lesz a leírásban a csatorna linkje. Köszönöm még egyszer a vendégszereplést! Én köszönöm, hogy itt voltál! Az állomásnak az utca feleli homlokzatán Pfaff Ferenc, az állomás tervezőjének emléktáblája, aki ugye a magyar vasúti építészetnek az egyik legnagyobb alakja 19. században, illetve a 20. század elején a legtöbb nagy vasútállomást, nagyon sok nagy vasútállomást ő tervezett, és hát nagyon gyönyörűek is ezek az épületek. Egy kicsit bent is megnézzük, itt az utascsarnok, impozáns nagy utascsarnok van. Hát látszik rajta, hogy valaha szebb napokat is megélt, nagyobb forgalmat. Na, egy kicsit ez Miskolcnak ilyen mellékes állomása. A maga az épület gyönyörű, egyébként tervezik a felújítását. Így ebben az állapotában is nagyon impozáns. És hát régen itt büfék és egyebek üzemeltek. Itt a talán a 60-as éveknek, meg esetleg a 70-esnek a stílusa, ez a büfé felirat. Mert látható, hogy ma már nincs akkora forgalom ezen az állomáson, hogy ilyesmire igény legyen. És a pénztárablakok függönyeit is elhúzva találjuk. Ezekre a klinker téglás épületekre jellemzőek ugye a régi, annak idején bicskával készített ilyen, hát korabeli graffitik, és most találtam itt egy olyat, amiben évszám is van. Ha jól látom, 1924 vagy 29 akar lenni, a 10. hó 4, és monogrammok, akik ugye akkor, 100 évvel ezelőtt itt jártak az állomáson. Sok ilyen régi téglafalban lehet találni ilyen régi karcokat, korabeli graffitiket. Budapesten van egy olyan téglafal, ahol annak idején a lóvasút bakterjai karcolták bele a nevüket és a dátumokat, amikor ott teljesítettek szolgálatot.
az az Astúria közelében van, és van róla videóm. Úgyhogy ha tehetitek, majd lessétek meg azt a videómat is. Ide kártyába, a kép jobb felső sarkába beteszem. És azt hiszem, hogy én ezzel elbúcsúzom tőletek, ez a videó, ez egy ilyen miskolci kalandozás volt, és itt Zoli barátommal videóztunk, és csavarogtunk Miskolcon. Ahogy mondtuk a Zoli videójában, Miskolc all in. Úgyhogy Diósgyőrtől egészen ide a Tiszain át a Gömöri pályaudvarig csavarogtunk el. Volt benne buszozás, vonatozás, minden. És most én elköszönök tőletek ebben a videóban, és még igyekszem Miskolcon több videót is felvenni nektek. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy a következő videókban is velem fogtok tartani. Én Rikári voltam Miskolcról. Sziasztok! Csüssz!